Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Legyen csodálatos a hétvégétek, huppanjatok le, érezzétek otthon magatokat nálunk. Ha van kedvetek, megtetszik a recept, lazánya, készítsétek el, isteni finom étel, nálunk egy hónapban egyszer biztos az asztalon van. Remélem megtetszik, nagyon-nagyon egyszerű, isteni finom ízhatás. Aki eddig úgy gondolta, hogy egy bonyolult étel, higgyétek el, nem, pikpak össze lehet dobni, és egy nagyon-nagyon finom végeredmény van az asztalon. Mutatom a deszkának a tartalmát, pontosabban első körben ezt a sütőtálat, ebbe fogom megsütni. Ugye itt hát azért van ennek jelentősége, pontosan a tálnak a méretének, hogy majd nagyon-nagyon kényelmesen mondjuk a tésztát, a ragut, a besamelt el tudjátok osztani. Láthatok a tányéron vöröshagymát, fokhagymát, sárgarépát, szárzellert. Na most, ha nincsen szárzeller, nyugodtan is van az az eset, amikor én se kapok mondjuk, nyugodtan zellergumóval is lehet dolgozni, ugyanolyan finom lesz az étel. Láthattok vajat, lisztet, paradicsomot, paradicsompasztát, ez egy ilyen áttört paradicsompaszta, de nem ugyanaz, mint a sűrített paradicsom, amikor nagyon-nagyon tömény paradicsom, egyébként ilyen kiszerelésben lehet többféle üzletbe is kapni, tehát ilyen laza áttört paradicsomról beszélek. Láthattok tejet, vörösbort, marhahúst, természetesen akár úgy is lehet készíteni az ételt, hogy fele arányban mondjuk sertés, fele arányban marha, ez most teljes mértékben darált marhahús. Láthattok olívaolajat, extra szűz olívaolajat, tészta, láthattok színes borsot, fehér borsot, őrölt fehér borsot, egy kevés szerecsendiót fogok felhasználni, sót, rozmaringot, babérlevelet és bazsalikomot. Utolsó sorban mutatom nektek a parmezánt, vagy parmezánt használtok, vagy parmezán jellegű, ilyen nagyon finom érett sajtot, lényegében érlelt sajtot, bocsánat. Tehát lényegében ennyi az anyagfelhozatal, azonnal el is kezdem, nem mással, mint a zöldségekkel, pucolunk egyet, és utána jöhet a darabolás. Jöjjenek a zöldségek, alaposan megpucolva és átmosva minden. A szárzellernél adnék egy jó tanácsot, amikor megvásároljátok a szárzellert, mindenféleképpen szedjétek szét lamelláira, ha egybehagyjátok itt a gumó végénél, és úgy kezditek el mondjuk átmosni is akár és összevágni, ezeknél a részeknél mindenféleképpen a földesáru, a homok, a föld ott marad. Tehát le kell így bontani, és egyesével gyönyörű szépen át kell mosni az egészet, ez nagyon fontos. Vörös hagymával indítva, szokásos módon össze fogom darabolni, nyugodtan mehet a goromba módozat, természetesen lesz idő, bőven szét fog főni. Megmutatom a vöröshagymát, ennyi, de hiszen már lehet, hogy jobban is tudjátok, mint én. Jöjjenek a fokhagymák, ripiropi technológia, egy nagyon picit megroppantva mehet a vöröshagymához. Ennyire egyszerű az egész, picit támaszkodjatok rá, roppantsátok meg, kész, ennyi volt. Na, a többit befejezem, sárgarépánál is mutatom, mi a helyzet. Egyszer megfogom, nagy lukú reszelővel, pikpak, le lehet tolni. Hogyha sima hagyományos zellergumóval dolgoztok, azt is nyugodtan le tudjátok reszelni. Na, ez a séma, mehetünk a szárzellerhez, annyit szoktam tenni, így hosszába megvágom mondjuk három részbe, összepakolom, kezit csókolom, és ilyen pici apró darabokra vágom össze őket. Így fogok eljárni az összes zöldséggel. Készült ez a csodálatos ragú, ami igazság szerint az egyik lelke az ételnek. Ugye van még két lelke, a tészta meg a besamel, na meg a fűszerezése is mondhatnám, na stb. Igazából itt az első körben arra kell odafigyelnetek, hogyha extra szűz, vagy éppen csak sima hagyományos olívaolajjal is dolgozzátok, ne hevítsétek túl, keserny is lehet az ízhatás, erre érdemes odafigyelni. Na hagyd szóljon, mutatom a zöldségeket, föl vannak aprítva, pontosabban a répa le van reszelve, és ugyanígy tegyetek mondjuk a zellerre, hogyha az van kéznél, tehát zellergumó. Egyszerűen bele fogom lapátolni, és alaposan elkezdem lepirítani őket. Nagyon-nagyon kellemes lesz. Amint lepirult, jöhet hozzá a húsi. Ez kb. Egy olyan 6-7 perces folyamat. És ne hagyjátok magára, természetesen folyamatába forgassátok át mindig. Később fűszerezünk.
Meg vagyunk a lepirítással, gyönyörű szépen lepirultak a zöldségek. Mondhatnám ebbe az esetbe, szippancsatok egy jó nagyot a légkörből, szokiféle konyha légkörből, akkor már megéreznétek a törődést, de szerintem tudjátok, miről van szó. Na, következő lépésben jöhet a jóféle kis marhahús, darált marhahús, hozzápakolom, és lényegében tovább fogom pirítani még egy olyan 6-8 percig. Utána ízesítünk, fűszerezünk. Többek között például a babérlevelet se azért teszem most hozzá, menet közben itt a sok-sok keverés alatt egyszerűen összetörném. Ez pár percen belül ismételten megvan. Ne hagyjátok magára. Forgassátok át jó párszor. Hagy piruljon. Tovább is léphetünk, meg vagyunk az átpirítással. Mutatom nektek. Fantasztikus a tartalom. Ebben az esetben elkezdhetünk ízesíteni, fűszerezni. Olyan módon jöhet hozzá 4 darab pici babérlevél, tényleg ilyen nagyon-nagyon apróak. Jöjjön egy mokkás kanál rozmarink, éppen csak ennyit teszek hozzá, nem visszük túlzásba. Jöjjön egy teás kanál bazsalikom, itt már nagyobb a mennyiség. Jöjjön mondjuk 2 csapot teás kanál só. Azt figyelembe kell venni, hogy majd a paradicsom is enyhén sós. Jöjjön egy kevés tört bors, színes bors, ízlés szerint természetesen. Összeforgatom. Jaj, de kellemes illatok vannak. És imádjuk ezt az ételt. Na, továbbiakban szoki neveld az edényt. Jöjjön a paradicsom, majd pontosan kiírom nektek a mennyiséget. Én mindig szemre dolgozom. Majd visszamérem az üveget, pontosan annak a tartalmát. Ismét egy keverés, és jöjjön hozzá a jóféle vörösbor, ha ajánlhatom, száraz vörösborral dolgozzatok. Hozzálódítom, ismételten összekeverem, ráteszem a fedőt, és nagyon-nagyon lassan, takarékon elkezdem főzni. Le kell mosni a lábas oldalát, tudjátok. Ennyi volt a történet, takarékon megyünk. Jöjjön egy kis betekintés. Körülbelül egy olyan másfél órája készül a ragú. Belenézünk, megmutatom nektek, mi újság van. Ugye természetesen a másfél óra alatt se vörösbor, semmilyen folyadék, víz, paradicsom, semmi nem került hozzá. És nézzétek meg, mivel ilyen szépen lassan, zümmögtetve főzzük, nincs is szükség rá, és az egész folyamat alatt természetesen vizet nem is adok hozzá, tehát víz nem kerül az ételbe. Esetleg még annyit mondanék, aki nem szeretne vörösbort használni bármilyen oknál is fogva, az nyugodtan vagy alaplével, vagy vízzel föl tudja húzni az ételt, olyan mértékben majd kiírom, amennyi vörösbort én tettem hozzá. Na, megyünk tovább, 2 óráig lesz a főzési folyamat, tehát van még egy jó fél óra, az utolsó 10 percre fogom elkészíteni a besamelt. Lassan meg is vagyunk a ragúval, annyit tettem, hoztam egy lábost, amiben kényelmesen tudok dolgozni. Belepakoltam a vajat, ezt most föl fogom olvasztani. Egyetlen egy mondatban itt még elsőnek kitérve rá, nem fontos nagyon-nagyon fölhevíteni a vajat. Tehát amikor megolvadt, nyugodtan egyből azonnal mehet rá a liszt. És itt annyi a lényeg, hogy éppen pár percig, 2-3 percig a vajjal a lisztet össze kell forgatni. Tehát semmiféleképpen nem egy zsemleszínű rántást készítünk és társai. Tehát egyszerűen megolvasszátok a vajat, mert rá a liszt, 2-3 perc összeforgatjátok, utána jöhet rá a tej, ízesítés, só, szerecsendió, pici fehér bors. Azonnal mutatom nektek. Felmelegedett a vaj, mint látjátok, és azt is, hogy pici kis vajdarabkák még benne vannak, nyugodtan, ilyenkor már lehet dolgozni. Na, mi itt a lényeg? Megfogom ezt a kellő mennyiségű lisztet, majd ki fogom írni nektek, mint ahogy szoktam is, és egyszerűen a vajjal elkezdem átforgatni, egyelőre fakanállal dolgozom, utána a későbbiekbe váltok habverőre. Tényleg 2-3 perces művelet, közepes fokozaton, ne égessétek meg. És nem kell szíre pirítani, feltétlenül mondom. Egy szép fehér mártást fogtok majd kapni. Meg vagyok ezen rövid hőkezeléssel.
jöhet a habverőművek. Annyit fogok tenni, idehoztam a tejet természetesen. Fokozatosan hozzá fogok önteni egy kis mennyiséget elsőképpen. Amikor teljes mértékben csomómentesen kikeveltem, hozzázúdítom a maradékot. Körülbelül mutatom nektek, ennyit teszek hozzá, még egy picúnyit, félreteszem, és ezt a kis alapot gyönyörű szépen csomómentesen ki fogom keverni. Nagyon gyorsan elkezd majd sűrűsödni, amikor már azt látjátok és érzitek és tudjátok, hogy nincs benne csomó, kezit csókolom, jöhet a többi tejci hozzá. Mint látjátok, meg vagyunk a sűrű alappal, gyönyörű szép csomómentes, jöhet a többi tejci, hozzálódítom, gyönyörű szépen kikeverve fel fogom főzni. Először azt gondolhatjátok, hogy nem fog besűrűsödni, majd meglátjátok, amikor kész a mártás, gyönyörű szépen, ilyen jó kis bevonóképes lesz, hát pont amilyen kell nekünk. Na, keverjünk. Jöjjön egy kis ízesítés, fűszerezés fehér borsból, teszek összesen egy csapot ilyen kis mokkás kanalat bele, mokkás kanálnyit bele, illetve a szerecsendió, éppen a mokkás kanálnak a végén van egy nagyon-nagyon pici, mondjuk két erős csipetről beszélek. Jöjjön egy kis só, hát azt mondhatnám nektek így, hogy egy nagyon-nagyon csapot teás kanállal szórok bele. Elkezdem fölfőzni. Közepes fokozaton, figyeljetek oda, ne kapjon le. Ne hagyjátok magára. Igényli a törődést. 2-3 perc alatt föl fog főni, be fog sűrűsödni. Meg is vagyunk ebben a fantasztikus besamellel, nézzétek meg, kellőképpen besűrűsödtünk, kiforta magát, és természetesen figyelembe kell azt is venni, gondolom tudjátok, ez egy 100 fokos mártás most, egy nagyon picit hűlni hagyom 5-10 perc, de még természetesen az étel melegen pakolom össze. Mutatom nektek a ragut is. Csodálatos lett, nézzétek meg. Jó, kellemesen sűrű. Igazság szerint ennek nem szabad levesesnek lenni. Azt is figyelembe kell venni. Majd amikor pakolom föl, meglátjátok. Na, még egyszer átkeverem a besamelt. Tökéletes, lezárom a tűzhelynek mind a két oldalát. És hamarosan rakom össze az ételt. Ennyi volt. Félrehúzom, 5 perc múlva tesszük össze. Jöhet az étel összerakása, nagyon-nagyon egyszerű a dolog. Mutatok, vagy pontosabban elmondok nektek kétféle variációt, ahogy el lehet indítani az ételt. A harmadik variációt semmiféleképpen nem ajánlom. Én találkoztam már vele, higgyétek el, nem jó. A harmadik eset az, amiről éppen beszélek, hogy száraz tésztával indítjuk el az ételt. Tehát alá nem teszünk semmit, csak ide teszünk tésztát, ide pakoljuk a rétegeket, higgyétek el, nem jó. Mindenféleképpen kell egy alsó törődés, ha így mondanám. Általános bevett szokás a húsragú, jöhet rá a tészta, besamel, ismét húsragú, reszelt sajt, ismét tészta, így forgunk tovább, tudjátok, nyilván tudjátok. Na, én azt szoktam tenni, és nagyon-nagyon jó megoldás, mindjárt megmutatom nektek, picit átkeverem a besamelt, a habverőre nincs is szükségünk már, átkeverem a ragút, nézzétek meg, hát fantasztikus, nagyon-nagyon kellemes, krémes az egész, de nem leveses a tartalom, ez is nagyon fontos. Na, ezt odébb tesszük, tehát úgy indítok, hogy egy pici besamellel, legyen mondjuk egy 3-3,5-4 evőkanál, teljesen mindegy, persze ezt azért be kell osztani, szétküldöm az alján, és így a tészta gyönyörű szépen tud táplálkozni alulról is, akár a mártásból, akár a húsból. Tökéletes, tesszük ide még egy nagyon picit, érezzük a törődést. Higgyétek el, egy tökéletes megoldás így indítani. Na, helycserés, támadás, jöjjön a húsos ragú, szétküldöm, egy nagyon-nagyon picit elrendezem, és jöhet az első tészta réteg. És így alulról is tökéletesen megkapja a törődést az étel. Meglátjátok, amikor kitálalom, akkor is nagyon-nagyon jó látni az egészet. Aki nem így szeretné, nyilván akár csak a hússal tud indítani. Na, még teszünk egyetlen egy kanállal bele. Elmojolunk, törődünk az étellel, mindig mondom nektek, nagyon-nagyon fontos.
ide még egy picúnyit. Na, meg is vagyok. Ezt ismét majd megcserélem. Jöhet a tészta. Ami még nagyon-nagyon fontos elmondani ennél az ételnél, és többfajta olyan ételnél, ahol száraz tésztával dolgoztok, hogy lehetőleg, mutatom, ne legyen így fedésbe. Ha így fedésbe van véletlenül az étel, akkor tegyetek közé szaftot, ez nagyon-nagyon fontos. Na, megvan az első rétegünk, jöhet a besamel, adunk neki keményen, tökéletes, itt kóstolunk egyel, nagyon-nagyon jó lett. Amikor mindenhol ellepte a tésztát a besamel, jöhet a következő húsos ragú. Na, és a ragúra ilyen szempontból már jöhet egy reszelt sajt réteg. Osszátok be, jusson mindenhova. Na, ide még teszünk egy picurnit, szépen szétküldöm, legyen egyenlő a rész, és ebbe a helyzetbe jöhet a nagyon-nagyon finom parmezán. Akár el is lehet választani ezt 4 részbe, vagy 5 részbe, attól függ, mennyi réteget csináltok, ennyi az egész. Na, ide még teszünk egy pici húsit. Maga a töké. És jöhet a parmezán. A babérleveleket szándékosan mutatom, már kivettem a ragúból. Parmezán szinten, amennyivel szeretnétek, nyilvánvaló, én egy olyan jó 15-18 dekát fogok főhasználni, hogy tálaláskor még egy nagyon-nagyon picit ki lehessen tenni. Jusson mindenhova. Itt is egy kicsit el lehet piszkálni. Na, ennél többet nem is rakok. Jöhet a következő réteg. Természetesen rá a besamel. Ragú, reszelt sajt. Nagyon pompás. Így haladok végig. A leges legvégén viszont besamellel és sajttal zárunk. Az utolsó kis réteggel megvártalak benneteket, azáltal is, amiről beszéltem, meg szeretném mutatni, hogy a tészta ne fedje egymást. Ha hiányzik tészta, hogyan lehet pótolni? Nagyon-nagyon egyszerűen. Elkezdem föltenni a tésztalapokat, és ugye majd látjátok, mivel szélesedünk ki, szélesedik ki ez a táv, szükség lesz még egy pici tésztára. Tehát ebbe az esetben annyit szoktam tenni, egy következő lapból nézzétek meg, török egyet, de nem úgy, hogy alácsúszom meg rámenjen, tehát fedje a másikat, ennyi, tökéletesen össze fog épülni így az étel. Haladok tovább, tudom, hogy nem egy nagy dolog, csak megmutattam, hogy így kezeljétek, ne a másik tésztára menjen rá. Ha véletlenül fedésbe lenne a másik tésztán, akkor meg kell kenni, és úgy kell rátenni, ennyi az egész. Jön a következő besamel, az záró besamel, erre a sajt, és lényegében toljuk a sütőbe. Minden cseppje kincs. Ez nagyon-nagyon komoly. Lapátoljátok ki, mindjárt hozok egy spatulát, kiszedem itt a végét még. Addig is szétkelem ezt a kis maradékot. Gyönyörű, szépen szétdolgozom rajta. És ide már csak sajt kerül. Nagyon-nagyon pompás. Imádni való étel. Nagyon szeretjük. Próbáljátok ki úgy, ahogy én mutattam, az alját indítva. Higgyétek el, sokkal-sokkal jobb a végeredmény. Na, ide is tolunk. Hozom a spatulát, azt a nagyon picit kilapátolom. Mehet rá egy kis reszelt sajt. Készen is vagyunk. Láttátok, mindenki által elkészíthető. Nem bonyolult az étel. Hozom a spatulát. Meg vagyok az utolsó besameles réteggel, ahova már csak besamel és reszelt sajt került. Annyi a technológia, fölfűtött a sütő 180 fokra, középső polcon beteszem, és körülbelül alsó-felső sütési módozattal, ha még nem mondtam volna, sütöm 40-45 percig, körülbelül tökéletesen elég. Aki esetleg a lenti polcra teszi, az egy jó 10 percet rászámolhat. Tehát középső polcon ennyi idő alatt, 40-45 perc alatt tökéletesen megvagyunk. Természetesen mutatom, amikor elkészült. Már így magában nagyon-nagyon jól néz ki.
Nagyon sok szeretettel mutatom nektek az elkészült lazánját. Húj, de bitang jól néz ki, ezt nézzétek meg. Gyönyörű szépen megsült, ki is kapcsolom a sütőt, nincs már rá szükségünk. Annyit tehettek, a legnagyobb élmény érdekébe, hagyjátok pihenni fél óra, órát. Egy, gyönyörű szépen ki tudjátok vágni a szeleteket, és egy picit éljen össze, higgyétek el, nem tesztek vele rosszat. Körülbelül ezután találkozunk, kitálalva mutatom nektek, hogy milyen lett. Gyönyörűséges, fantasztikus, nagyon-nagyon jó illatok vannak, a sajt kellőképpen rásülve, besamel, nagyon-nagyon fontos, imádjuk, és besamelből inkább egy picivel több legyen, mint kevesebb. Hamarosan láthatjátok. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalva ezt a fantasztikus ételt, lazánya, szerintem mindenki ismeri, és nem is ezáltal mutattam meg, hanem hát egy, a saját féle elkészítésemet tettem közé, második, gondolom nagyon sokan vannak, akik egy picit idegenkednek olyan szinten tőle, hogy nem mertek még hozzákezdeni, talán azt gondolták, bonyolult, láttátok, nem az, nagyon könnyen összeállítható, egy-két dologra kell odafigyelni, nyilván elmondtam azokat is, főleg az első réteg, amikor elkezditek, semmiféleképpen száraz tészta ne kerüljön alulra, vagy húsos ragú, vagy ahogy én készítettem, pici besamel húsos ragú, és úgy induljon az első tésztaréteg. Szilvike mindjárt megmutatja nektek közelebbről, akár itt a sütőedénybe, gyönyörű, szép, szaftos a tartalom. Mi megmondom őszintén, egy nagyon-nagyon pici besamellel többel szeretjük, több besamellel szeretjük, egy picivel mindig többet is készítek, szeretjük ezt a nagyon-nagyon kellemes és szaftos tartalmat. Nyilván a húsnál is lehet variálni, a ragunál, esetleg egy picivel több szaftot is létre lehet hozni, vagy éppen a vége fele egy pici paradicsomot, vagy éppen vörösbort még hozzá lehet adni. Aki, és említettem, nem szereti a vörösbort, vagy valamilyen oknál fogva nem szeretne dolgozni vele, nyilván annak a mennyiségét pótolja mondjuk vízzel, vagy hús alaplével, zöldség alaplével, teljesen mindegy. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el jó egészséggel, próbáljátok ki, írjátok meg, hogy milyen volt, nálunk nagyon nagy kedvenc, higgyétek el, ebbe se fogtok csalódni. Szavaztok, jó egészséget, bocsánat, egy pici parmezán még reszeltem, ezen fajta reszelővel, amikor tálalok, mindig ezzel tolom le. Na, búcsúzom, jó étvágyat hozzá, mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!